Hát ez lehet, hogy egy kicsit túltoltam, srácok. Ja. Durván túltoltam. Míg az elején szeretnék megkérni mindenkit, hogy dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretnél még ilyen tartalmakat, ne felejts el feliratkozni a csatornára. Köszönöm. Oh, hát a legfontosabbat majdnem elfelejtettem, srácok. Minden nap 18:00-tól élőadáson itt a csatornán várok mindenkit szeretettel. Na jó reggelt. Felkelni. Ma sok dolguk van. Irány, surány. Hello. És kacok, még mielőtt bármit is csinálnánk ma, borotválkozzunk meg, és megkérjük Nyuszit, hogy csapja le ezt a sérót. Jövök. Hello. Láttál a Mikulást a izébe, a fürdőkádba? Nem? Bú! Na itt vagyok. Megjöttem, hello, hello mindenkinek, jó reggelt kívánok. Hát nem vagyok még a toppon. Reggel 8:26 van, és ma egy ilyen napi blog-szerűséget fogunk csinálni. Ugyanis lesz egy csomó dolgunk, és már ígértem nektek nagyon-nagyon régóta, hogy beszélek majd a kocsiról. Arról is fogok majd pár szót említeni. Sőt, nem csak pár szót, hanem elég sok szót, mert hogy hát van vele kis probléma. Nem megoldhatatlan probléma, de probléma. De előtte még nem sokára találkozom Joci barátommal, a szörnyel. És elmegyünk egyet edzeni. Aztán pedig... rátérünk a kocsira, úgyhogy, de előtte még reggelizek egyet. Kíváncsi vagy arra, hogy mit szoktam reggelizni? Mi? Kíváncsi vagy rá? Ezt szoktam reggelizni, ezt! Ezt! És hozzá egy kis diétát! Csak kis turmix! Szőke cigány! Má! Hát ez lehet, hogy egy kicsit túltoltam, srácok. Ja. Durván túltoltam. Na, hát szokás szerint megint késésben vagyok egyébként. Villany. Látjátok, szóra megy. 10 perc volt kéne már lennem. Ne kérdezzétek, hogy miért van rajta a napszemüveg egyébként. Fogalmam sincs, nem voltam még. Én remélem, hogy süt a nap, mert nem, akkor le kell venni. Avval a szörnyeteggel fogunk menni. Majd megmondom, hogy miért. Teremből jövök vissza. Ott vár. Hát ott. Ott. Ott áll. Nézd, nézd a szörnyet. Nézd, na, ott ahogy piroslik, nézd meg, ott fehér, ott piros, ott fehér, ott piros. De itt is piros. Ott is piros. Na, cső. Küldjed a pajszert. Most kéne jót tarkon baszt. Itt a Kati Béla, jön meg! Na majd meglátjuk a cserén. Ő keményen tolja. Húzd lejjebb. Húzd lejjebb! Húzd lejjebb! Mutasd meg ki a pityú! Azért tud a srác! Azaz! Szépen! Mondja el, milyen volt. Fáraszt. Minél jobban feszítsd meg hátra. Ne menj annyira hátra. Karból húzz be derékszög után. Azaz. Elindult az útján.
igen, öcsém! Fel a fej, egyenes a hát. Wow! Sziasztok! Na itt is vagyok. Most jöttem ki egy körülbelül olyan 15-20 perce, úgyhogy akkor mesélek, skacok. Viszont még szeretnék annyit mondani az edzéssel kapcsolatban, hogy fú, még karoztunk egyet utána, de nagyon durva volt, azt már erőm nem volt fölvenni, úgyhogy esélytelennek találtam. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durván kifáradtam, úgyhogy Jocikám közt az edzést, hatalmas nagy pacsi, és Joci egyébként nagyon régóta ismerem át, körülbelül nem, jó, annyira azért nem régóta, 2 éve, vagy 2,5 talán. Régebben nagyon sokat edzettünk együtt, még a teremben ismertem meg. Egyébként én a Fitness 2000-ben szoktam járni, hogyha valakit érdekel, egy kis reklám. És ott elég sokat edzettünk együtt, aztán én abba hagytam az edzést, elkezdtem streamelni, és aztán így abban maradt, és most megint elkezdtem ugye edzeni, már hát már lassan egy fél éve. És most úgy nem azt mondom, hogy beértem, de már így tudunk együtt edzeni, úgyhogy ne kelljen 80 kilós súlyt föllepakolgatni, mert már nagyjából azért nem azt mondom, hogy egy erőben vagyunk, mert azért nem, de már úgy közeledek, úgyhogy fasza. Jó, na, szóval, ja, és mozogjatok nagyon-nagyon sokat. Nagyon fontos, kacok, minél többet mozogni, főleg mert nagyon-nagyon sokat ültök a gép előtt, és mivel nagyon sokat ültök a gép előtt, tudom, hogy fújni fog a szél, úgyhogy remélhetőleg azért hallani fogjátok. Szóval, mivel nagyon sokat ültök gép előtt, azért fontos az, hogy minél többet mozogjatok, és én is igyekszem minél többet mozogni, és ajánlom nektek is, hogy valamit csináljatok, focizzatok, kosarazzatok, edzetek, aerobikozzatok, táncoljatok, teljesen mindegy, csak mozogjatok valamit. Kicsit álljatok fölni a gépről, és go! Hát akkor mondom a negatívat, jó? Mert eddig így a pozitív volt, meg edzettem, meg mit tudom én, tök király, mondom a negatívat. A negatív az sajnos elég negatív, ugyanis hát a címben ugye láthatjátok már, hogy be kellett törnem a kocsinak az ablakát. Hát ez nem clickbait, frankon be kellett törnem a kocsinak az ablakát, úgyhogy nem állunk valami túl jól. A helyzet az az, és akkor közben egy kicsit így a Hondáról is beszélek, mert megígértem, és már nagyon-nagyon sokan kérdeztétek, hogy mikor lesz újabb Hondás videó, meg mikor mutatom a kocsit, meg mikor fogjuk folytatni, stb. Most. Most itt az alkalom, lepel, bum. Egyelőre így néz ki az autó. Mindjárt körbe fogom mutatni, ugyanis emlékeztek rá még anno az előző videóból, tiszta rozsda volt az autó. Végig körbe karosszériáztam az egészet, tehát körbe van. Most jelen pillanatban egyetlen egy horpadás nincsen rajta, és most nagyon-nagyon jó állapotban van szegényke. Viszont hát most is meg kellett járnia egy picit, ugyanis, na mindegy, mesélek, úgyhogy gyorsan körbe mutatom az autót. Így néz ki, ugye láthattátok, most eltűnt innen a Honda jel is egyébként, ugye itt volt annó még a Honda jel. Nagyon-nagyon szépen megcsinálta az Elastic Car csinálta ugye a kasznit, és aztán pedig elvittem egy karosszériáshoz, egy másikhoz, ahol pedig teljes mértékben felújították az autót, úgyhogy most nagyon-nagyon szép állapotban van. Vannak még rajta helyenként ilyen rozsdafoltok, mint például ott, láthatjátok. Ez az én lustaságom miatt van. Ugyanis már rég be kellett volna fóliázni az autót, mert hogy ez most nem is szín tulajdonképpen, hanem ez egy ilyen, nem is tudom, ilyen alapozószerű dolog, ami bele van csiszolva az egész autóba. Emlékeztek rá, egy tiszta rozsda volt minden. Egyébként ez ki is lett cserélve, ez már egy másik. És most gyönyörű szép, most egy kicsit koszos, úgyhogy fogunk vele foglalkozni.
ez sem hiba itt, hanem csiszolás, úgyhogy jó kis állapotban van a kocsi, és kitaláltam egyébként, hogy mi lesz a sorsa, mert hogy eddig úgy volt, hogy gondolkoztam azon, hogy esetleg odaadom majd a Vandának, de aztán rájöttem, hogy hát azért túl sok légzsák ebben az autóban nincsen, én pedig azért szeretem az én kis asszonykámat, úgyhogy pályautót fogunk bele csinálni, ami azt jelenti, hogy nagyon sokat régebben azért járkáltunk kifele a Kakucsringre, és autókáztunk, úgyhogy ezt most megint meg fogjuk ismételni, de viszont már egy saját autóval. Úgyhogy szépen meg lesz csinálva, ki lesznek szedve valószínűleg a hátsó ülések, meg nem tudom, mi lesz most a színével, nagyon nagy problémával vagyok, ugyanis beígért nekem egy cég egy fóliázást, egy matt-fekete fóliázást, és hát nem csődbe ment az a cég, úgyhogy hát nem lett lefóliázva, már rég matt-feketének kéne lennie a kocsinak, már rég készen kéne lennie, egyelőre itt távoznak szín nélkül. Na mindegy, mutatom a szituációt, amiben belekeveredtünk, az pedig a tegnapi sztori, ugyanis hát edzés után jöttem hazafele. És hát így ez van. Na várjál, mert itt már ezen ültem. Figyelj, tiszta üvegszilánk, minden baszod. Nagyon durva, szét van minden kenve, mindenhol üvegszilánk van. Nagyon kemény. Szóval a helyzet az, skacok, hogy jöttem hazafele tegnap, a szokásos rutinban fogtam az ajtót, becsuktam, bam, és hallottam valami pénzcsörgésszerű dolgot. És hát az nem pénzcsörgés volt, hanem konkrétan kiesett a zár az autóból. De úgy, hogy befelé. Tehát nem tud, és ugye fel volt húzva minden ablak, nem tudtam vele mit csinálni. És mivel karosszéria váltás van, ezért itt próbáltam ugye a csomagtartónak a kulcsával babrálni, de nem volt bekötve, mert hogy úgyis majd szét kell szedni, azért baszták visszakötni, úgyhogy na mindegy. És nem tudtam bejutni az autóba, és egy fél óra, háromnegyed órás gondolkozás után láttam egy csávót, aki jött idefele, és megállt pont mellettem, nem azért, mert hogy nekem segítsen, nem csak úgy megállt, és láttam, hogy szerszámos autója van, kértem tőle egy kalapácsot, srácok, és meg kellett történnie, aminek meg kellett történnie, fogtam, bam, bevertem a kocsit, nagyon durva volt. Megmondom a frankót, hogy harmadikra sikerül beverem, én még soha nem vertem be egyébként kocsinak az ablakát. Tehát most remélem nem törik be. Na mindegy, szóval képzeljétek el, hogy egy fullos, nagyon durva nagy kalapáccsal, egy vas kalapáccsal, ami egyébként így, hát nem tudom, így nagyon nagy volt, rávertem így egyet így. Így paf, tudod, hogy majd, hát már nem kell annak nagy, majd úgyis izé betörik, úgyhogy nem akarok valami nagy gáz, úgyhogy csak így rávertem egyet. Bam, rávertem egyet az autóra, semmi, hallod, de még meg se karcoltam az üveget. Fogtam, bam, rávertem még egyet, de már sokkal erősebben, semmi baj nem volt. Mondom, mi a franc van itt, hallod, tehát milyen törhetetlen, vagy mi a picsa, fogtam, izomból, amennyire csak tudtam, fogtam és hozzá basztam a kalapácsot, na úgy már betört. Szóval, de akkor már annyira betört egyébként, hogy mindenhol ilyen üvegszilánkok voltak. Na jó, szóval most a feladat, ez az, hogy kijöttem ide egy Ocean parkolóba. Van itt egy valami nagyon szutyok porszívó szerűség, úgyhogy fölmegyünk és felporszívózzuk, srácok. Ugye megkeressük a porszívót, remélem elég lesz, mert egy 1000-est váltottam 100-asokra, érted? 200-asokat váltottam direkt 200-asokat. Nem volt jó a 200-as, mert 100-assal megy. Oké. Úgyhogy el kellett mennem vissza az Oceanba, szépen bemettem, mondtam, hogy van 200-asom tesó, 100.000 forintért, adjál 100-ast. Adott 100-ast, úgyhogy megvannak a 100-asok. Porszívózzunk egyet. Vívd fel, vegyem a sok üveget! Jézusom! Az igen! Hát gyerekek, a Shellbe sose csalódtam még, komolyan! Lehet, hogy kicsit halkabban beszélek, mert itt vagyok a garázsban. Bejöttem a garázsba, hazaértem. Most a feladatunk az egyébként nagyon-nagyon jól ki tudtam takarítani. Igaz, hogy a második
ilyen porszívózós cégnél tudtam megállni. A Soroksárnál, a Tesco-nál álltam meg egyébként, ott a Shell-nél. Nagyon-nagyon durva, úgyhogy oda kell menni, amikor porszívóznitok kell. Tényleg nagyon jó, hogyha közelbe vagytok. Na, a lényeg az, hogy hazaértem, gyorsan feltöltöm magam, kajálok, valószínűleg megvágok egy videót, lehet, hogy még föl is veszek egy másik videót. Aztán 6 órakor live. Utána pedig káosz és anarchia, nem tudom. 9-ig szokott tartani, utána még kicsit pihenek, és lehet, hogy felveszek még egy videót. Úgyhogy nincs megállás. Mindenki az ágyon, mi? Hát, szétvágva, kanapé szétnyomva. Ziruskám, szevasz, Zirus! Szevasz! Na, mi van? Pihentek, mi? Te is pihensz? Állatkert, állatfarm, hello! Hello! Szevasz, köszönjé! Köszönjé! Hello! Az a kunyi hely, mi? Az a kunyi hely, tudom én, hogy az a kunyi hely. Na, hát este 6 óra van, most kezdődik az élőadás, úgyhogy megyek befele. Igen, igen, tudom, sötét van. Sötét van, tudom. És elméletileg már megy, úgyhogy ott láthatjátok. Na! Úgyhogy én most megyek. Cső! Na, hát megvoltunk, skacok. 8 óra 57 perc van, nemrég ért véget az élőadás. Hát nem mondom, hogy nem fáradtam el, szóloztam, ugye Fortnite-oztam, és... Hát elég keményen kiégtem, na nem baj. A lényeg az, hogy vége van a napnak nagyjából, még általában ilyenkor van ilyen rutin, hogy vagy elkezdek videót vágni, vagy elkezdek forzázni, vagy csak úgy pihenek, vagy filmet nézünk a bandával, így ezek szoktak jönni, úgyhogy valószínűleg most is ezek lesznek. Viszont ne felejtsétek el, hogy minden nap 18:00-tól élőadás van a Jusú TV csatornán, amit ne felejtsetek el megnézni. Akkor is van egyébként, hogyha nem kaptok értesítőt, főleg mostanában egyébként elő szokott fordulni, hogy nem igazán küld a YouTube értesítőt, úgyhogy jegyezzétek meg, 18:00 élőadás. És hogyha tetszett ez a kis vlogocska, és még szeretnél hasonló tartalmakat, akkor ne felejtsd dobni egy hatalmas nagy lájkot, ne felejtsd feliratkozni a csatornára, egy like, egy autó, ablak, respekt. Jó? Na, jövök legközelebb is, jók legyetek, sziasztok!